Azt mondja, tényleg. Na kérem szépen egy, nem az én kocsimből, ők nem pedáloznom se kell, nézzetek oda. De milyen szépen siklik. Azt, és nézzetek milyen autóba ülünk itt. Csak egy régi ismerős visszaköszönít. De ezt mondjam, hogy ezt nem tudom kihagyni. De ezt most találtam, amikor a kocsimban még vártam rá. De amúgy tök jó. Egy picit a kerék zúg ennyire egyébként? A kerék... Hátsó híd. Tényleg? Nem kerék a csapány, nem? Nem. De amúgy, de amúgy hallod, milyen jó érem. Nagyon jól érzem benne magam, komolyan mondtam. Esküszöm. Ezt rossz videózok, kitakarítottam még valam előtte. Még nem, kivontak le, ez teljesen tiszta. De jó néz ki. Nem adja vissza, mert a kamerám is tiszta kossz, úgyhogy nyugodj. Ja. Hát kicsit már lazult a kormányfogás, de hát ez... mindjárt leteszem, csak nem akarok short videót, azért mondom, hogy másfél perces nagyon legalább. De amúgy tényleg jó. Jó, visszafelé vezethetem, igaz? Egyértelmű. Azt akartam mondani, hogy én nagyon rég vezettem autómat, úgyhogy majd segíts. Nem, viccelek, csak te nagyon rég vezettem, de nem kell segítened. De kíváncsi vagyok. Amúgy jó vezetni? Nem egy Peugeot-i? Hát, az ilyen se volt. Nem, úgy szerettem nagyon. Lekapcsolom, hogy tényleg jó néz ki, nagyon passza. Jó néz ki, teljesen. Meg kimondottan tetszik nekem, hogy ilyen kupé, ugye? Véletlen volt, vagy ezt teljesen véletlen. És akkor az automata váltó is véletlen volt? Az is. Amúgy is, tehát nekem nem lett volna gond azzal, hogy váltó.